köszöntöm a vendégeinket ezokkal is. Itt látják, kicsit irodalmi és a címe a mai beszélgetésünknek. Ritusról és civilizációról szólunk itt, ha nem is ellentétesen gondolt, de sok ellentéttel tartalmas fogalom a kettő. A ritus, a szabályozatlan, inkább misztikus, metafizikai értékek irányába forduló embercselekvéseinek a sorozata. A civilizáció pedig hát inkább a szabályozottságról szól, inkább a felfedezésekről, az innovációkról, az élet működtetéséről, bizonyos racionalitásról szól. Ez a kettő talán alkalmas fogalom arra, hogy a 20. század első évtizedének néhány törekvését az erője alá gondoljuk. A múltkori alkalommal utaltam én arra, hogy ellentétben a művészettörténet klasszikus folyamatától ez időtáj, vagyis a 20. század elejétől számítva állandó készletésünk van arra, hogy egy évszámhoz, egy időszakhoz nagyon sokféle eseményt rendeljünk. Egymás mellett, párhuzamosan, nagyon-nagyon sokféle, egymásnak olykor diametriálisan ellentétes tartalmú megnyilvánulásai vannak. Ugye egymással szembenéző és egymás kioltó megnyilvánulásai vannak is. Nagyon nehéz a klasszikus tanulmányok után, amely többnyire valamilyen szigorú logikai okozati rendbe vagy időrendbe tartja fenn a dolgokat, elképzelni a 20. századi eseményeket. Örök párhuzamosságok vannak. A múlt alkalommal átszaladtunk mi az impresszionizmus követő posztimpresszionista és első expresszionista áramlatokon. Ma is a főcím alatt ott szerepel az expresszionizmus, és egy társasággal foglalkoztunk csak a Dresda környéki Die Brücke csoporttal. Nem nagyon szereti a művészettörténet ezt a társaságot, de a 20. század második felének, harmadik harmadának eseményei visszamenőlegesen rendkívül módon felértékelték az Emil Nolde és társai tevékenységét, mert hiszen olyan szertelenségeket, olyan szabad, zabolátlan és olyan elsőprően amatőr és szabad az akadémiától független teljesítményekkel találkozunk, amelyek valóban szokatlanná teszik a dolgokat, és a 20. század folyamán ezek az ösztönzések, ezek a késztetések nem egyszer feltámadtak. És nagyon is jellemzi a 20. századot az örök pályaelhagyás, az örök megújulás, az örök cserbenhagyás, és nagyon sokszor hétpróbás zsiványoknak tetszenek a művészet, mert olyan mértékben szaladnak el az örökségtől, hogy nem is tudjuk a kapcsolatot valójában rekonstruálni túl egyszerűen a múlt és a jelen között. Szóval az expresszionizmusról beszéltünk, az első világháború megelőző, illetve az első világháború tartalma alatt létrejövő műalkotásokról, amelyek szemről végről olykor pontosan és konkrétan, olykor meg tényleg csak a hangulatában idézik a világháború között kialakuló szellemi, erkölcsi, illetőleg kulturális klímát. De ugyan ebben az időben kell nekünk tárgyalnunk, ez az első gondolat, és most itt megerősítve van, azokat a teljesítményeket, amelyeket mondjuk a civilizáció metaforájának lehet tekinteni, a szabályozottságot, a rendkeresését, a rendben meglévő gyönyörűséget, az esztétikai modellnek, a szabadosságát, amit a kubisták megteremtettek. Ráadásul megteremtettek egy olyan műmodellt is, amely rendkívül határozottan szakad el a mimetikus típusú, vagyis az utánzó, tükröző típusú ábrázolásoktól, és megpróbálnak teremteni egy saját logikájába zárt, a vizualitás logikájába zárt rendszer, amit hát mondjuk a Pablo Picasso és a George Braque tevékenysége gyönyörűen tükröz. Nagyon nehéz a helyzetem, mert csak skúzból látom a képeket, de remélem eltalálom, hogy mi is van itt ilyen tengelyéletben a szemem sarkában. De hát a kubizmus, amit említettem a múlt alkalommal, az induló fázisa, és látom milyen Picasso képet barátoknak, a Cézanne inspiráció felmelegítése, illetve tovább gondolása volt. A Cézanne tradíció a
viszonylag rövid ideig tart, 1967-8 táján lecseng, és egy nagyon érdekes analitikus nyelvezet jelenik meg, amelyben a klasszikus festészeti értékek, elsősorban a kolorit, rendkívül visszafogottan és hát néhányan azt mondják, hogy férfias melankóliával, néhányan azt mondják, hogy színszegénységben szenvedve, de jelennek meg. Tulajdonképpen a barlangnak és a szürkének a változatai között látjuk azt, hogy hogyan lehet egy egynemű geometrikus struktúrává alakítani a dolgokat. És hát ez egy nagyon érdekes és különös kép irodalmi szempontból már művészetöltött tudományos irodalmi szempontból nagy nyújtja van ennek a képnek is, hiszen valamennyien látják, én nem látom egyedül, hogy a kép felső harmadában, amennyire lehet látni, de egy nagyon erősen modellált szög, és annak az árnyéka van. Az előadásmódban egyszerre jelenik meg, és ez egy árulkodó jel, pszichológiai szempontból motivált árulkodó jel, a mester ugyanis emlékeznek talán rá, 1907 nyarán még a Sziótályi kis kikötőt csinálta pompás, robbanékony, színes tájból, tengerrel, lemenő napfénnyel, 55 fok meleg volt a képen, hihetetlenül forró, teljesen déli atmoszférája volt, és aztán ősszel már ilyen szürke vállókból hajlítgatott csónakokat csinál, hihetetlen gyors változás, elsősorban a Pablo Picasso hatására, de a Pablo Picasso történetéből is felidéztük ki a légkornász családot, talán emlékezzek rá, ott is egy erős érzelmi konfliktus következtében felszámolta a viszonyát a lírai és költőgényével, és megpróbált keresni valamit az exakt, a 2x2 biztonságával és józanságával érvelő gondolatkörből, és megjelent a kubizmus. Analitikusnak mondjuk azért, mert a dolgok viszonylag kiszámú dolog, mindenfajta lehetséges térbeli helyzetének a jelzéséről próbálnak itten körültekintően gondoskodni. Még visszatérnék a szöghöz, a szög ugyanis egy illuzionisztikus részlet a nagy egyébként elvont egészben. Tehát furcsa dolog, hogy egyszer van egy geometrikus spekuláció, a palack és a üvegkancsó és a hegedű, a Bázeli Múzeumban van létezett ez a kép, a spekuláció, és a föld pedig jelezve van, hogy mintha ez a felület egy klasszikus szedelési eljárással a fala lenne erősítve, és úgy festettük ezt a szituációt meg, hogy a legklasszikusabb utánzó festő. Egy képen egyszerre két referenciális mező van, egy analitikus absztrakt, elvonatkoztatott, nem utánzó, és van egy utánzó, pontos, realisztikus dolog. Ez egy ellentmondás. Ez a ellentmondás visszavezethető arra, hogy a Braque még túl közel van a kubizmus élményéhez. Felületes lenne valószínűleg a kubizmus élménye, és nem is adta át magát, aztán egész életében sem. Igazán a kubizmusnak van egy periódus, mindenki hasonlít egymásra ebben az időben, vetitek több képet is. Picasso-tól, Braque-tól is rengetegen vannak ebben a körben teljesen, de az analitikus periódusban mindenki elkezd hasonlítani egymásra, itt mi is látjuk ezeket a szituációkat. Rengetegféle címen van a dolgoknak, de tulajdonképpen minden ugyanegy. Megpróbálni eltüntetni a térbeli illúziót, megpróbálni egy olyan struktúrát létrehozni, ami a látás logikájából táplálkozik, és nem a szimuláció logikájából, vagyis az utánzás logikájából. Aztán az idő haladtában szépen 1912 körül megjelenik egy olyan szerkesztő eljárásmód, ami nagyon-nagyon izgalmas, nincs időnk valójában arra, hogy egészen részletesen és sok képen keresztül belenézzünk ebbe a korszakba és szemléletbe, de az biztos, hogy a modern civilizáció, illetőleg az életünk szinkron folyamatai, cselekvések is, tárgyak is, vizuális nyersanyag,
egyszerre egy felületre vetülve jelenik meg. A kiratatok, a tükrözése, az utcazaja, a lámpák, a mindenféle irányban sűrű, ott lévő, vizuálisan értékelhető tárgy, elkezdenek egy szintetikus nyelvet beszélni, ami mindent magába foglal. Ebbe a mindent magába foglalásba értelemszerűen nincsen benne a valóság közvetlen utánzása. Az az intenció jelenik, az a szándék jelenik meg, láthatóan itt is, hogy létrehozni a valóságtól tulajdonképpen független jelenségeket, és hogy a művész teremtő alkotó munkája ennek az új, és egyik soha nem létező, és tulajdonképpen semmire közvetlenül vissza nem utaló egyetemes jelrendszernek a megteremtésében van. És az igazi, nagy, elvont művészeti folyamatok valahol itt ebben a szintetikus fázisban jelennek meg, és látjuk már sok alapját ennek a mozgalomnak, hogy hányféle formában jelennek meg ezek a mutatványok. Ugye pipázók, és még jönnek pipázók, katonai pipával, de ez már 1916-os. És teljesen nyilvánvaló, hogy itt a kép alkatrészei már spekuláció eredményei, saját a képen belül szükségesnek látszó logikai feladványok megoldásából állnak. És ez klasszikában is megjelenik, itt már nem is kubistának hívják a mestert, hanem tubistának a felhasznált nagy mennyiségű csővezetékét történetében. És hát akkor ez így még olyan egzotikus szituációban is előjön, mint amilyen a késői Diego Rivera, aki hát mexikói festő volt, és New Yorkban is állomásozott, sok jó összöndíjat kapott az amerikaiaktól, és nagyon szép, izgalmas New York-i főépületek, hát főleg a Rockefeller szempontban, meg az Amerika házban nagy freskókat csinál, de közelebb megye, és itt látható, hogy a Rivera például Mexikóban, egyszerűen Mexikóból, Dél-Amerikából, Észak-Amerikából visszanézve Európára, milyen azonnali hatásként elnyeri közel magához a kubizmus. Tehát az a valódi kompozíció itt láthatóan az analitikus kubizmusnak a nyomai viselő. És aztán a franciák közül nagyon sokan tovább gondolják a kubizmusnak a lehetőségét, kicsit vegyítik az expresszív megoldásokat, látják, a Robert Delaunay ebben az Eiffel tornyában elkezd nagyon markánsan színeket használni. Az analitikus kubizmus nem használ színeket, szürke, barna, minden eléggé grafikus karakterű, az, amit látunk, visszafogott, tulajdonképpen a minimál ártnak beszélgetéseink legvégén fogunk erről beszélni. Az előképeit teremtik meg ezzel az esztétikai elemeknek a visszavonásával, vagy a nagyon különös reduktív műveletekkel. A francia Robert Delaunay nagyon közel áll egy müncheni művészcsoporthoz, egy rövid ideig tagja is. A Vasily Kandinsky által vezetett Neue Künstlervereinigungnak, a Fiatal Művészek Új Társaságának, amiből aztán majd létrejön később az expresszionizmusnak, másik, a Die Brücke mellett, tehát a dresdai Die Brücke mellett, egy másik, egy kicsikét talán arisztokratikusnak tetsző, mindenképpen hagyománytisztelő, de az expresszionizmus mindenképpen markáns áramlatát, a Robert Reiter mozgalmat, a kék lovas mozgalmát. A Robert Delaunay összekötő kapocs a kubisták és a német expresszionizmus között az első kiállítása itt a Kandinsky csapatával csinálta meg. És hát itt is lehet látni a kubizmusnak ezt a szabad, teljesen öntörvényű, és ha megengedhetjük ezt a jelzőt, akkor minden szabadosságtól független módszerét használni. Ja. És nagyon érdekes például ez a kép, mert 1925-ös ugyan, de a Röni Margit csinálta, vissza fog ez a kép is jönni, más sok képpel együtt, későbből a mester maga a szürrealizmus, a belga szürrealizmus egyik legnagyobb alakja, a Röni Margit, iskolateremtő és paradigma teremtő,
ha most valaki bemegy a Dr. Máriás kiállítására a Zsolnai negyedben, akkor bátran mondhatja, hogy az ég egy világon a Máriásnak semmit nem kellett csinálni, a gondolkodás technikáját, a képalkotás abszolútításának különböző fogásai mindent eljátszottak. De a René Magritte is, és megkapja a megfelelő derejt a francia kubizmusról, és ez a szerkesztő elképzelés az indulás idején majdnem minden ekkor fiatal művészt megérinti. A kubizmuson mindenki átfegy valamilyen formában a 20. század elején. De menjünk vissza a Robert Delaunayhoz, aki összeköti a kubizmust a németekkel. Hát ilyen orfikus, ő úgy mondta, ezt az Orpheus daláról nevezte el azt az irányzatot, amit emlegett szívesen, és aminek a nevében nyilatkozatokat tesz, és manifestumot fogalmaz meg, a színek dolgoljanak, rehabilitálni. Ugye az, amit a kubisták olyan könnyedén elfelejtettek, a színeket és azok használatát. Csupa ilyen erős színes képeket látunk, és aztán 13-ból én kerestem egy Vasilij Kandinszkijt, akit oda tettem a Robert Delaunay mellé, és érzékelhető valami kis finomság. A Kandinszkij talán frivol, talán ahol a középponti villa árnyalattal és a villával való kapcsolatok sokaságával izgalmasabb, és talán esetleg nyersebb is, vagy mindenképpen erőteljesebbnek. De mindenképpen a kolorit rehabilitálása egy új jelenség itt ebben, és még 1913-ban van itt. Megint a párhuzamosságok élményét éljük át. Mert egyszerre színes, egyszerre melódikus, egyszerre megpróbál valamiféle zenei benyomást kelteni a kolorit rendszerezésével. Másfelől a kubizmus tanulsága, a koncentrált kép kialakítása iránti igény ebben a torzított tongó formában, az ovális formában, végeredményben nagy koncentráció van. Ha úgy tetszik, egy felülnézeti perspektíva képe ez, ha szatellitből nézzük a Földet, akkor egy hasonlóképpen teljes értékű, de egy körformában befoglalható alakzatot látunk. Van egy ilyen spirituális gondolati túlzás ezekben a művekben, de emlegetik ezt a képet, amit én itt most felerősítettem egy kicsikét. És hát megérkezünk a Vasilij Kandinszkijhoz. Nagyon érdekes a története, orosz mesterről van szó, aki hát nem is túl régen van itt a nyugati Európában testben, bár hát ugye a századforduló után már átjön Németországba. Orosz mester és jogász, jó moszkvai családból kereskedők megtehetik azt, hogy a gyerek azokba az iskolába járjon, ahova akar. Jogász lett Moszkvában Vasilij Kandinszkij. A szakdolgozatát viszont már a volgamenti németség, ugye hát Nagy Péter Sancsakali rengeteg betelepítést csináltak, ez a Volga mentén hatalmas kereskedő városok, települések jöttek létre, mindmáig még vannak most is német színházak ott, ahol. Na minden esetre a Kandinszkij elhatározta, hogy mert írott törvénykezésük a németeknek, a német településeknek nem volt, ő mint joghallgató megpróbálta a volgamenti németség, német konklávé orális jogszolgálati szokásai, mert csak szóbeliségben működik a jog náluk, hogy tehát ez egy néprajztudomány, ez végeredményben. Felhinteni, hogy hogyan hangzik az a jogi világkép, amit a volgamenti németség használ. És miközben gyűjti a jogforrásokat, fejlesztéseket kell készítenie, hogy különböző élethelyzetekre vonatkozóan hogyan, mint döntenek, milyen tanácsi formák vannak, milyen bírói, ügyészi és egyéb formák vannak, vagy ezek kezdeményei vannak, ezeket lejegyzi gondosan, de közben otthonokba jár, falvakat ismer meg,
hosszú időt tölt vendégszobákban, ahol találkozik kellékkel, találkozik testet üvegekkel a vidéki németségnek, a kisebbségeknek, nagyon sajátságos és erős kultúrájuk van, ami viseletekben, környezetben, kerítésekben, fafaragásokban, sok mindenben megjelenik, és elvarázsolja ez a világ. Németes a Kandinsky, nagyon jól megtanult még egyetemista korában. Németül a családban, ezt ambicionálják, volt idő franciában is egyébként, tehát egy magas értelmiségéről van szó, de mikor ezt a kutatást befejezi, akkor teljesen eldönthetővé vált számára, hogy neki nem a jogi pálya lesz az ígéretes, hanem művészi pályára fog menni, és most nem részletezném, de az a helyzet, hogy a család megengedheti azt, hogy a fiú a legjobb európai térségébe elutazzon, tanulmányokat kap, stb. Tehát így látják, már 1905-ben a müncheni Gabriel a Münterrel megismerkedik, kapcsolatuk tartós és bajtársias hosszú időn keresztül, egy kiváló müncheni polgárlányról van szó, és összekötik a sorsukat, egy kis házacskát, lakást bérelnek, a Garmisch-Partenkirchen és München közötti úton van egy Murnau nevezetű kis település, ott egy nagyszerű Kandinsky múzeumban mind a mai napig, és hát a Murnau-ban elkezd dolgozni, és hosszú időn keresztül nagyon-nagyon színes, nagyon pompázatos és roppanékony képeket csinál. Ez is egy Murnau-i interjúr, talán a magyar művészettörténet fejezeteiből, itt ebben a pillanatban a riplomait szabad viszonylag biztonságra felidézni, de a nyolcszak tevékenysége általában nagyon jól illik ehhez a képhez, amit egy Murnau szobában látunk, 1909, ott a sarokban azért látszik a központi fűtésnek a nyoma, tehát civilizációs szempontból ez más hang, más atmoszféra, mint amit általában mi elképzelünk erről a korszakról. Mindenesetre hát azért beidézem a Librónainak ezt is entrenőrét, egy kis részletet. És ne a figurát nézik, ne a mesét nézik, ne a Piacsek bácsit és a pipát és a mitől a gyümölcsöket, hanem a flekkeket nézik, a felületeket, a színeket, azt a viszonylag mozgalmas és tiszta, erőteljes zenei hangzást, ami a felületek mögött van. És hát akkor vissza a Kandinsky Murnau-jához. Nagyon színes ez a világ. Látják talán, hogy néha szertelen is. Ez is 1989, két helyet olvasok, hangzik, de benne már a valóságos tér, valóságos perspektíva viszonyai nem találhatók meg. Egy különös felfordult világ, majdnem, hogy ornamensnek hat az egész, egy ilyen felülnézett perspektívából rajzol, van benne hegy is, virágos mező is, lovas is van, éppen hol, vagy alig-alig, apró kis jelzések. És aztán 1990 egy improvizáció, megjelenik a képzőművészetben is egy olyan fogalom és egy olyan gyakorlat, ami voltak éppen elsősorban zenei természetű, ami tudásunkban, vagy az emlékezetünkben. Improvizálni, mindenki tud persze, és mindenhol lehet improvizálni, minden helyzetben lehet improvizálni, de zenéhez kötődik. Nem véletlen ez. A zene az nagyon fontosan hozzátartozik ahhoz az alapvető törekvéshez, hogy meg kellene teremteni a képzőművészetnek is azt a mindentől független, saját rendjébe zárt előadásmódját, amit a zene kezdettől fogva képviselni tud. A zenével összefüggésben a legritkább esetben lényeges, noha megtehetjük, elmondani azt, hogy itt a bolygó Hollandiról van szó, és milyen szerelmi történetekben anyagolni be a két szakán, és csak, hanem a zene a szövegek és a mesék nélkül olyan tökéletesen érthetővé válnak a dolgok, és hát a zene irodalom legtöbb művének nincs irodalmi meséje, nincs háttere, irodalmi szempontú megközelítés.
partitát és fúgát irodalmi szempontból nem lehet interpretálni. És itt megteremteni azt a saját jellezetéből táplálkozó jelentésrendszert, azt a reprezentációt, ami a dologról, magáról szól, vagyis a színekről, a formákról, a forma viszonyát fedi fel a térrel kapcsolatban, és a látás problémát is. És a Kandinszky nagyon közel került ehhez a kerültem a kifejezés, absztrakt megjelenítés volna, de ettől a pillanatok kezdve nem kerül, mert személyes saját címe van, 1910-ben egy kis akvarelnek, az első absztrakt akvarel, mondja Vasily Kandinszky 1910-ben, és utána improvizációk sokasága tulajdonképpen kifejezetten zenei intenciók kifejezésére, a színek harmóniája, a színek diszharmóniája, a mozgás érzet felkeltése, a ritmusok, az átmenet, stb. Rengeteg zenei analógiát használhatnánk ki. Egyetlen dolgot nem tehetünk csak, story keresni hozzá, nincs story, nincsen szüzsé, nincs irodalmi nyersanyag a dolog mögött. Valójában bizonyos fokú nyitottság az, ami megjelenik ezekben a művekben. A 20. század aztán ezt a nyitottságot törvényelőre emelte, és ma már valószínűleg nem is néznénk el egyetlen műalkotásnak sem, hogyha minden végtelenül kötött és szabályozott módon lenne interpretálható. De hát ebben a mindent zeneivé és mindent az érzelmek, illetőleg az érzékelés felsőbb szintjei számára megnyitott közegben kezeli a szellemiről van szó. Szóba hoztam én ezt korábban, hogy a logosz határozza meg a dolgokat. A fogalom, a kezdetben van az ige, és van ennek rengeteg alter egója a kifejezésnek, hogy hogyan jutunk el a szellemihez, ami a művészetekben is talán a legfontosabb energiaforrás. És ezt természetesen csak a nyitott típusú művekkel lehet, mert ezek tudnak leginkább a független mindentől, tehát művészi szándéktól független emberi mondani valóban fölmutatni valamit. Tehát itt a könyvet, a szellemiről a művészeten című könyvet, valójában arra szól, hogy a műalkotás az csak fizikai, testi kerete, felszíne, burkolata valaminek, aminek a mélyebb jelentése valahol a háttérben, a mozgatóval, a nagy szellemi fenntartóval azonos helyzetben van. És aztán rengeteg absztrakció születik meg így a 10-es években, ezeket pörgethetni is, egy is a műalkotás, mindegyik dokumentáció, tehát itt senki nem gondolhatja azt, hogy valami nagy gyönyörűségből marad le, akkor, hogyha nem nézheti elő ezeket a diafelvételeket, pontatlanok is, szép is esnek. Tehát ezek valójában tényleg kiállításokon, múzeumokon szabad megnézni, és menjenek is, mert összehasonlíthatatlan optikai minősége van egy múzeumban szemünk előtt álló képnek, aminek teste van, mélysége van, valójuk vannak, valódiak is, és szaturáció, tehát a színeknek is nagyon szép, mély, olajos zengése van, és sok kéz alatt mondok itt, de megpróbálom ezt így érzékeltetni. Nagy a különbség, ez nyilvánvaló az ő számára. De minden esetre hát halad az idő, és a Kandinszky rengeteg ilyen elvont és néha-néha tárgyi elemeket is tartalmazó improvizációt csinál. Csodálatosak ezek az improvizációk. Valójában vissza tud köszönni még ez a logika és ez a gondolkodásmód, majd amikor a 30-as, 40-es években nézzük a nagy amerikai mozgalmakat, az amerikai identitás megkeresése érdekében ezt követett nagy kísérleteket. És akkor rátalálunk a néhány mesterre, akik szinte egy az egyben megismétlik, kicsit amerikanizálva, monumentalizálva, a mobilitást kicsit fokozva, de nem ismétlik azokat a megoldásokat, amiket a Vasily Kandinszky is kezdeményezett.
de hát ez majd kicsit később következik. De itt tengeri is. Akkor beszélünk el még ebben a társaságban, ugye ez a Bauer-Reiter, a két lovas társasága, müncheni központtal dolgoznak ők, és nagyon-nagyon népszerűek Európában. Sok-sok hatékony, erős tagja van. Én nőket választottam ki, akiket nem nagyon forgalmaznak, mert nagyon-nagyon jónak gondoltam, és élvezetesnek gondoltam a munkáikat. Itt van a Marianna von Berezki, aki megint egy olasznak volt az élettársa, a Vasily Gyavreszkinek, de hát itt fest egy képet 1907-ben, nekünk a Csontvári irányából nézve nagyon ismerősek ezek a nagy síkokból megkomponált, igen, ravaszú, személyesen megkevert színárnyalatok, amik itt, és az atmoszféra is olyan nagyon vonzó és kedves, hogy itt van ez az őszi iskola, 907, hát pont ez az időszak, amikor a Csontvári megcsinálja a Taormina-i Görög Színház romjai, és ott az égre nem tudom, hogy emlékeznek-e, az Etna oldalára, az égre és a tengeröbölre, ugyanez a kék és ugyanez a sárga. 1907, teljesen párhuzamos jelenségek, és ugrunk egy nagyot, és ellenőri szedjük, hogy a Peste Galériában ott van a Csontvári kép, és látom. És aztán a Javrenszki színvilága, ez is nagyon erős, tulajdonképpen egészen pontos természeti jelenségeket rögzít, mégsem mondhatjuk ezekre a tájakra, ezek az emberekre azt, hogy ezek valóságosan, ténylegesen létező dokumentumok. Ezek festői látomások, átírt, átdolgozott, költői és zenei léptek művek. Aztán van egy fiatal ember a Kandinszkijék mellett, az August Macke, aki végig próbál egy-két év alatt mindent, ami Európában ekkoriban divat volt. Ezt a képet azért választottam, mert az egyik legkedvesebb portrém ebből az időszakból. Én ehhez ragaszkodom, mert ez a kép nagyon sokat bárolom is. És nézem, hát egy kicsit szétesik ezen az óriási méretű vetített felületen ez a kép, de gazdag árnyalatokban. És hát ugye ez egy tradicionális kép, fiatal, még a Macke éppen befejezi a főiskolát. Tehát ő régi zongorázott a művészettörténeten, a hagyomány, az örökség, a realisztikus inspiráció nagyon benne van. Benne van más is, és hát nekünk különösen kedves, nézek ezeket a képeket, 1910 a Neue Künstler Vereinigung Münchenben, és nálunk a nyolcak, az Orbán Dezső, Cigány Dezső, Márki Üldő csendéletei itt vannak is. Hát ugye van egy összekötő kapocs is, mert a Matisz Pacs János, a brassói szász német magyar festő, és a Bauer-Reiter kapcsolatban vannak egymással, és hát mi büszkén mondhatjuk, hogy a Matisz Pacs megbecsült tagja volt, és erős, eredeti gondolkodású tagja volt ennek a társaságnak. Mindenesetre hát ott August Macke 1912-ben részint a kubista emlékeket, de részint a nagy színezés, a nagy abstrakció, a Kandinszki modelljét is átveszi, és hát az idő haladtában egészen egyértelműen zenei alapokra helyezte az ő művészetét. Tehát itt a címben is rögzik be van, hogy a mű maga egy Bach kompozíció architektonikáját próbálja felidézni. Nyilvánvalóan látszik is ezen a munkán, hogy ilyesmiről van szó. És itt tovább. Aztán nagyon fontos tagja, késői tagja a csoportnak a Paul Klee. Itt én végig pörgetek egy pár képet csak, mert késői munkája lesznek az igazán hatásosak. Megteremt egy rendkívül intim, pici, finom, a legkezdetlegesebb alakítási lépéseket feldolgozó műveket hozni. Tehát ugye az első művek, ő svájci, aztán hát 16-ban már ezeket a nagyon picit épített, az analitikus és szintetikus kubizmus tanulságai, gyerekjátékká oldó vagy egyszerűsítő, de ezt idézőjelben mondom, ezt az egyszerűsítő formákat talál. Hihetetlen egyszerű picit is monotípiák annak a pici hangok, az alig észlelhető minimális gesztusok költészetéről beszél, és mindenik tényleg tele van költői erővel. Láthatóan elszakad mindenfajta hagyományos
képalakítási formán, néha mulatságos, de ez már egy kicsit a dadaizmus és a szürrealizmus hatását is őrzi, mulatságos címeket ad a képeknek. Ökölrajza a házakról. Az ököl, aki hibálózó fejjel másképpen látja a perspektívákat, mint az ember, aki rögzíti a látását. És megpróbálja szimulálni, egy vonal elindul vándor útra, és akkor egy vonal átmegy a városon, egy pont átmegy a városon. Mivel találkozik egy pont, ha átmegy egy városon? Hogyan írja a pont a várost? És akkor ezt így szimulálja, és ilyen képeket itt látunk. Köszönöm. Ő aztán, amikor a Bauhaus létrejön Németországon, ami ez a nagy a művészetek egyetemes együttműködését célzó műintézet, az építészet keretei között természetesen, de magába foglalva mindenfajta formalapító törekvést. Ő festészet tanár lesz a Paul Klee a Bauhausban, és hát szerintem a világ egyik legeredetibb nyelvű és gondolatgazdag pedagógiai könyvét is, rajzpedagógiai könyvét is megcsinálta, magyarul is megjelent a pedagógiai vázlatkönyv, ami hát rengeteg mutációban él mind a mai napig, a mi Lantos Ferencünk például alapvetően hatása alatt állt, noha más szavakat használt, más rendszerben dolgozta fel a vizuálpedagógiát, de alapvetően a kléféle rendszerben, egy nagyon érdekesen, finoman, induktív rendszerben képzett el a rajzpedagógiát. Mondjuk hivatalosan ma már ezek működhetnek, ezek a pedagógiák, de ezzel példát látunk arra, hogy ezek nagyon hatékonyak. Aztán hát sok ilyen mulatságos, kedves kis rajzoskát csinált. Őt irritálta az olajfestékben lévő oldószer, a szemed gyulladása, például a bőre se bírta, ezért életfontosságú volt a kicsi méret és a rajzszerúza, a kis monotípia, különösebben kémiailag aktív anyagokat nem használható. Ez a magyarázat annak, hogy picitek is képek, alig van nagy méretű festmény, hát ez mondjuk egy festmény, de ez se olyan nagyon nagy méretű, 30-as. És hát utoljára ezt a 35-ös képet idézném fel, nagyon megváltozik alához közeledve a Paul Klee, és nekünk megint itt beugrik, még nincs világháborús előérzet, ráadásul egy svájci számára más jelent azért, még a második világháborúra való készülődés is, meg a német fasizmus is, mint Közép-Európában mondjuk, vagy Németországban. Mindenesetre ebben a Halkulgis évben, ebben a képben feldereg már a mi vajdalajosunknak, a 942-43 körüli monstrumvilága és szörnyalak világa, a Klee nagyon érzékeny embert, mint erről játszott. Aztán a Royal Writer egyik programadója, a Franz Marc, aki leginkább állatokat fest, és a kubizmus emléke minden munkájában megvan, néha szertelennek látszik, amit csinál, de alapvetően nagyon színes, és a tárgyat és a melodikus előadást vegyítő képvilágot teremtett meg. A kék ló, a kék lovas nagy jókedvelő volt, így került bele aztán a csoport névadásába. Nagyon sok szép, izgalmas, érdekes a művészet történetben, állékony és leleményes ügyet vállaltak ők fel, például a sok irodalmi megnyilvánulás mellett azért volt egy nagy almanakjuk, 1911-ben jelentették meg a Bauer Reiter almanakja, ami például azért érdekes, mert azóta rengeteg ilyen van, a Korunk szellemi körképe címmel kiadott mindenféle könyveket, amiben mindenki ír valamit arról, hogy az idő, amit most megéltünk, az az ő szempontjából érdeklődése és ismeretei szempontjából miért volt érdekes. És a Bauer Reiter almanakban például meghívnak természettudósokat, filozófusokat, néprajzosokat, beszélnek Afrikáról, a maszkokról, beszélnek muzsikáról, és a Kandinsky, Vasily Kandinsky maga is megkockáztatja egy opera librettónak a közeladását, a Sárga Hamzatot című vizuál operát itt exponálja ebben az almanakban. Nagyon érdekes munka, és
és hát felidő harmadából olvasható magyarul is az ott szereplő munkásságot. Mindenesetre a Franz Marc az nem volt olyan termékeny, és a művészettörténetben olyan mély nyomokat nem hagyott, mint a Vasilita néz ki, de mindenképpen alkotótárs volt. És hát az életének egyik nagyon fontos fordulópontja volt az első világháború, és valójában ezért az egy képét vetítettem én a korábbi Franz Marc képeket, mert bebizonyosodik megint és újra, hogy a történelmen és az időn nem lehet átlépni. Akármennyire is merengünk mi a lovakkal teli, meg őzekkel teli erdő hangulatán, meg állatkertek és az állati viselkedés konfliktusmentes szépségén, azért az emberi történelem és az emberi világ betör a csendes svájci vagy német polgár dolgozószobájában és szalonjában is. És amikor hát ugye a svájci-osztrák határon, vagy az osztrák-olasz határon Tirol környékén jár, 914 megjelennek az átbunkatott házak, és gazdátlan lovak, és szépülő termés és egyébek, meg létrejön egy destruáló festő magatartás. Tehát az expresszionista énjük nem halkul el, amikor van egy esemény, ami erős gesztusokat és reakciókat vált ki, mint például az első világháború kitörése, akkor erre itt is megszületik a reflex válasz. Ezt korábban láttuk ugye a Zenszóbi Kirchnernek a tüzérekjeiben, akik zuhanyoztak a tábori zuhanyozóban, vagy hát most is vetítettem ezt a bordélyházból kijövő csomport közül katonát, egy időben vannak ezek az események. A Kirchner 15-ben csinált. Csak ő éppen Dresdában és Berlinben volt. Itt pedig hát a Bajor fővárosban történnek a dolgok. És hát egy Franz Marc-tól egy pár mindenki. Aztán gyorsan átszaladnék megint egy nő. Még két nővel találkozunk majd, művésznőkkel, akik azt hiszem nagyon eredeti nyelvezettel ajándékoztak meg bennünket. Őről is sokat beszéltünk. Milyen Becker volt, Zsuzsán? Paula Modersohn Becker, hogy nem jutott eszembe hirtelen. Paula Modersohn Becker, aki hát ugye a Gauguin-től is sok mindent állt, ez szereti a Kandinsky előadásokat. Nagyon fiatalon, 1906-ban halt meg, ezek a képek, 1907-ben halt meg, halála évében született. Utolsó képek ezek. Melankolikus, különös, más világ. Ez egy, nem hoztam szóval különösebben, de ez is egy ilyen 20. század elejé kényszer, egy alternatíva a Csontvári gyakorolta, a kiszállásnak a kísérlete. Tehát az idő az nem felel meg nekem, akkor megpróbálom kiszállni belőle. Nagyon sok változata van ennek a zóhajnak, hogy állítsátok meg, földetek meg. Kiszállni az időből, és a Csontvár is teremtett végeredményben. Sokan teremtenek egy külön világot maguknak, amelyben láthatóan minden könnyebben fel tudnak dolgozni. A Modersohn Becker is teremtett egy ilyen különös, meleg, melankolikus, talán még félelem is van azért benne, de a Gauguin világában is van hasonló világ. Aztán a Marianne Berevszky, nagyon érdekes este, a nyolcakat, a magyar nyolcakat figyeli az ember a Kenstock Károly és társaságát, a nyerges műfalú korszakát, 910-ben vagyunk, akkor nagyon együtt vannak ezek a képek, a Marianne von Berevszky, Falusia, egy utcán, akkor korcsolyázó, érdekes, hogy Csontvári, a keleti pályaudvar éjjel képe, mennyire hasonló megfogalmazásokkal éjjeli korcsolja pályában. És hát az egyik legszebb képe ez a Sörház udvarra, tulajdonképpen koloid szempontjából nagyon együgyű, hogy az első ránézésre, de hihetetlenül ravasz. Ez az egészen különösen bíbor és barna között a magenta és milyen színekkel motivált
domboldal, és akkor ez odahangolt szürkés lila ton, egészen minimalistának látszik, de közben annyi finomság és oldott szépség van ebben a képben. És hát ha itt tetszőlegesen megszólítanám önöket, és megkérdezném azt, hogy mondják meg, hogy hány fokos a levegő itt ebben a sörkertben, egész pontosan meg tudnák mondani. És ez jelenti azt, hogy a festő atmoszféra teremtő képessége kiváló. Sem véletlenül szeretjük még ezeket a képeket. Aztán hát ugye a magyar kapcsolatok miatt fontos emlegetni az osztrák fokoskát, aki hát jó barátságban volt például a magyar Fejnő Ivánnal, elég sok művét is adta neki a Szépművészeti Múzeumban, és így került, hát ugye ez a Szépművészeti Múzeumban lévő Kokoska kép, a Veronika kendője 1911-ből. Ő is ennek a Braille-Reiter mozgalomnak a perifériáján volt, hát ő osztrák volt, természetesen nem vett olyan mértékben részt a németek munkájába, de nagyon pontosan tudta, hogy mi játszódik el, és hát nagyon erős grafikusok. És szeretnék még említést tenni a nem professzionális, az ekkoriban viszonylag szokatlanul és nagy erővel feltűnő pszichotikusok munkájáról. Ez az az időszak, a 20. század első évtizede, amikor elkezdődik a viszonylag intenzív érdeklődés azoknak a művészetnek a teljesítményei iránt, akik pszichológiai természetű betegségekben szenvednek. Nagyon-nagyon széles fesztállal helyezkednek el ezek a betegségek, általában gyógyintézetekben jelennek meg munkák, amelyek nagyon sok ok miatt jönnek létre. Van, aki kifejezetten művész, de van, aki csak kompenzációnak, van, aki csak mellékesen, valami kimondásának, levezetésnek használja ezeket a műveket. Kifejezetten mondjuk a művészet terápia közelében vagyunk ebben a pillanatban. De kezdenek nagy gyűjtemények létrejönni, erős és konzekvens tudományos kutatások kezdenek foglalkozni az elmebetegek kreativitásával. Minden betegség típusnak tulajdonképpen megjelenik majd az ábrázolás tipológiája, nagyjából diagnosztikus megoldásokat is találunk bizonyos festői rajzi kifejezésben, utalásokat a betegség természetére, maga a gyógyászat is igénybe veszi aztán tesztek formájában, más formájában a látható világnak bizonyos elemeit. Tehát egy nagyon érdekes kapcsolat kezd kibontakozni a gyógyítás, a tudományos gondolkodás, a rendszeralkotó, elméletalkotó fantázia és a szabad költői kreativitás között. Hát az Alfred Kubin, ő is egy ilyen, az osztrák-magyar monarchiában ismerős alak, de rajzok. Éjszakánként meglátogat egy állat, erős skizofrén késztetések, tehát személyiségcserék, erős tudatcserék, emiatt érzett bűnvál, olykor hisztériát, a művekben a pulyka, egy rettentett, a city reprezentációnak bizonyos változatait megnézzük, akkor látjuk, hogy tulajdonképpen megismétlődnek ezek az ábrák. Itt például az önálló. Nagyon különös érdekes, ugye egyszer egy épített és egyszer egy vad környezet. Akkor egész van. Talán a brázai sósborszesz reklámja is, hogy így áll unikumot, mert ugye a tengerbe esett kacákat megmentem. De előjátszik ezeknek az Alfred Kubin. Ugye a nőkkel kapcsolatos, hát ugye főleg ez az alsó jobboldal, egy határolt állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy milyen egy alkotó aktív nő. Koponyák csak úgy sorakoznak, mert a aztán néhány szót szólhatnánk még így ebben az időszakban egy nagyon erős amerikai építész, aki hát a Amerika szóba se került itt még közöttünk. Gyorsan végig szaladnék egy pár házon a Frank Wright, aki a 19. század harmadik harmadában született, és hát a 20. század egyik legjelentőkenyebb építészévé
vált, ekkor kezd el dolgozni. Nagyon érdekes háztípust teremt meg, a préri házak típusát. Tulajdonképpen az új organikus építészetnek később formalizálódó nyelvéhez nagyon sok alapmotívumot rakott hozzá. Figyelembe venni a hely adottságait, az építőanyag adottságait, a benapozás, a szélvilág, stb. És ennek megfelelően építeni egy tulajdonképpen szociális szempontból Amerikában vagyunk, más egzisztenciális keretek között lehet gondolkodni. Tehát létrehozni egy sajátságos modern háztípus, itt természetesen megint csak az Amerikai Egyesült Államokban már a beton, az acél lehetőségei előttünk állnak, és azért sietek csak, hogy ezek ilyen 1902 chicagói házakot, van egy park ma már építészeti múzeum, vagy hát ilyen védett térség, a Törges Liget, az Oak Park, ahol Frank Lloyd Wright és a társai, nagyon érdekes sorsa is van egyébként, amatőr, ha úgy tetszik, de nagyon jó iskolában volt rajzoló. Tehát a Sullivan-nek, a Louis Sullivan-nek az iskolában rajzoló, de sok feketén vállalt munkát végzett, aztán kirúgták a műhelyből, de nagyon érdekes ember volt, 5000 tervet csinált, 5000 épületet valósított meg élete során, nagyon-nagyon aktív volt, de azért sietett, mert itt van egy 1909-es épülete, ugyanakkor született ez a ház is Chicagóban, amikor a Blauerreiter tagjai alkották azokat a műveket, amelyekkel találkoztunk. Az úgynevezett Róbi ház, ami hát egy ilyen nagy, erősen vízszintes tagozatokból felépített téglaház, ha úgy tetszik, de benne nagyon erős acélszerkezetek vannak már. Itt ez az előre nyúló fedél már az acélépítészetről beszél, szabadon, hatalmas, áramló tereket hoz létre, ezekben nagyon-nagyon izgalmas térélmények vannak, tehát valójában talán a hajón való utazás élményét is átéli az ember, amikor ott van a fedélzeten, miközben az terasz, és de központi helységből indul ki, ahol a család, a ház tulajdonosai együtt élnek, és akkor erre a középponti térre, ahol a tűzhely is van, és ahol az együtt a mappali és a kandalló van, innen szerveződnek a többi helységek. Minden irányból, minden homlokzata szempontjából értékes és értelmes a megnyilvánulás, tehát nem egy homlokzatra komponált épület, benne természetesen kifejeződik a természetre való vágyunk is, és bele van komponálva az épület egy bizonyos természeti környezet közepében, hogy ne sarokban legyen, ne kerítéssel legyen, hanem körülvegye. Az amerikai hagyományban ez azért a nagy polgári építészetben megmaradt. És hát róla még tovább, ugye rengeteg filmben látjuk ezt a Los Angeles-i házat, nagyon kiváló. Most egy múzeum van benne, ebben az épületben, ez később 1923-as, maga teremtette betonblokkból, szépen megmintázott, negatívban mintázott betonblokkból építették ezt a házat. Nagyon szerette a kézi munkát, és élt a lehetőséget, de egyébként ilyen elemekből megsokszorozva épült ez a ház is. Sok filmet helyeznek el ide, nagyon romantikus belső terek van, ami a forró kaliforniai tél, és hát ilyen alapvetően barlang élményekre épített kompozícióról van szó. De hát ugye talán a legismertebb, a legfontosabb ebben a periódusban, már kicsit későn vagyunk, de 1936-39 között épült fel Pennsylvania és New York állam határán a vízesés ház, egy Pittsburghi áruház tulajdonosnak volt a telke, ő egy vikett házat akart építeni magának. A fiú fiatal Kaufman az a Wright-nak, a Frank Lloyd Wright-nak akkor volt egy építészet iskolája már, nem is egy, de volt egy lent Arizonában, Scottsdale mellett volt a Berlin Best, és az egy építészeti szabadiskola, és az ifjú Kaufman oda járt, és rágta a papájának a fülét, aki Pittsburghi áruház tulajdonos volt, hogy kéne egy vikett házat építetni a mesterrel, és akkor a papa ráállt
Pisztolytól 36 km vagy mérföldre van ez az épület, de hát ekkoriban már két pályás úton lehetett Pisztolytól, mert nagy erejű gépjárművek vannak már Amerikában ekkoriban. Úgyhogy egy jóval kiérnek a Weekendházhoz. Akkor elépített is egy Weekendházat egy sziklacsúcs tetejére. Nagyon-nagyon pompás az épület, mert ugye az ő építészet teóriájában mindig a középponti helyiség a meghatározó, amelynek az irányából határozódik meg az épület minden más egyéb funkciója és tere. És itt a középponti hely, egy kis sziklacsúcs a forrás leszakadásának a helyén, és a nappali szobában, nem tudom, voltál te itt, Laci, ebben már? Nem volt. A nappali szobában a kandallótól körülbelül másfél méterre, ahol egy ilyen bitang nagy japán karos teafőző üst van, piros teafőző üst van, be lehet tenni a kandallóba a teafőzőst, de ott a kandalló másfél méterre kibukkan a sziklacsúcs, úgyhogy a nappali szoba kellős közepén éjjeste csiszolt sziklacsúcson üldögélhet az ember, miközben hát az alatt a lerohanó víznek a morajlását hallgatja. Hát ez a hátul van hat garázs is, cserélszobák, minden csoda. Jó sikerült Weekendháznak mondható ez a dolog. Hát ugyanebben az időben, ebben az időben elhangzik valami egészen különösen dermesztő álláspont arra vonatkozóan, hogy a modern technológia, ha megteremt valamit, az mennyivel értékesebb, mint amit a klasszikus antikvitás hozott létre. Történetesen úgy hangzik a mondás, hogy hát egy versenyautó ikkelezett kipufogó csőre százszor szebb, mint a számodra a kénikének a szobra, ami hát ugye a Louvre-nak a nagy lépcső fordulóján látható. Hát a futuristákról beszélünk, akik a mozgásban voltak, és a társadalmi, politikai mozgásban nem csekély destruktív odaadással voltak szerelmesek. Olaszok voltak, akik részint emigrációban élnek, döntően Párizsban élnek, meg hát az északi olasz városokban is tevékenykednek. Olaszországról van szó, egy rettenetesen sajnos sorsú európai nemzetről. A nagy Olaszország már régen nincsen. Tehát amikor a Thomas Mann megírja a halál Velencében, és ott van mögötte Velence világa, atmoszférája, hát az a legcsekélyebb mértékben sem a Corellinek, vagy a Tartinének az idejét idézi fel, vagy a Vivaldinak az idejét, Monteverdi idejét idézi fel, leromolt, patkányos, mocskos, macskás világ ez is, és egyáltalán Olaszország eltávolodott azoktól a civilizációs mintáktól, amelyeket hát Nyugat-Európának egy-két állam még élvezett, tele vagyunk nosztalgiákkal. De ezek a nosztalgiák mind önfertőzőek már, szerintük. Ezért aztán öljük is le minden öreg professzort, és ha lehet, robbantjuk is fel minden múzeumot még időben, hogy lehessen egy új világról gondoskodni. Ez a világ alapvető principiumaiban a mozgásra épül. A mozgás a 19. század művészetében már az impresszionizmusban is láttuk. Részint úgy, hogy megörökítik a mozgásban való látást, amelyben ugye a dolgok elmosolódnak, hiszen pillanatról pillanatra nem képes az ember detektálni a dolgokat, minden dolog mozgásban megváltozik. Részint meg hát analízisek vannak, amik a mozgást elemzik. Nagyon sokféle analízis látunk, és ezen én gyorsan végigszaladni. A mozgásokat vizsgálják már nagyon sokan és sokféle módon, és hát ugye talán a legkorábbiak egyike ez az Edward Maybridge, aki hát ugye a 80-as években az erdélyi Miklós érdekes módon, aztán az amerikai Anzicben, pontosabban a Bódi Gábor csinál egy filmet, ahol az erdélyi Miklós ugye amerikai hadmérnökökről van szó, akik a 48-as forradalom után emigrálnak Amerikába, és hát nagy karriert csinálnak, és ott kutatnak, és dolgoznak, és az Erdély Miklós, aki a magyar konceptművészetnek, az avantgárdnak, aki nagyon fontos alapja volt a 60-as, 70-es években, eljátsza
az ebben mégisnek ezt az analízisét, és ott látjuk a háttérben, hogy mi van akkor, amikor a kamerát a ló állomásról állomásra úgy működtet, hogy a kamerát mozgásban hozó exponáló zsinort elszakítja. Megy a ló, elszakad a zsinort, exponál. A következő méterje elszakad a zsinort, exponál. De közben a fényképezőgép mindig mutatja, hogy hát ugye a mozgás elemekből épül fel, akik is próbálkozni összerakni állóképekből, az, hogy milyen egyszerű eljutni a mozgófilmet, persze akkoriban még nem egyszerű, de az elemzés, az analízis, az mindenképpen eszünkbe juttat egy ilyen lehetőséget, hogy az állóformákat meg lehet mozdítani. A futuristák imádták ezt az analitikus, mozgásos dolgot. Nagyon sok mindenre vonatkozóan ezt alkalmazta, és a világ első fotoművészeti folyóiratát is világban csinálja. Ez időtárt a Bragaia nevű fotográfus tulajdonképpen az egész lapot a mozgásban való ábrázolásnak szenteli az 1900-as évek elején, első évtizedében. Nagyon izgalmas világ ez. A futuristáknak az egyik vezéralakja az Umberto Boccioni. 1905-ben teljesen olyan arcképet csinál, mint amit Ferenczi Károlyunk magával. Teljesen hasonló a világ, gyönyörű, ugyanaz a atmoszféra, közben ott van már a modernizálódó Bologna a háttérben, de a mozgás nagyon izgatja. A vizualizások, a cikrázások, a napfény, az utcai világítása, a kirakatott világa is, ez a fény által folyamatosan befolyásolt tárgyi világi környezet, ez nagyon izgatja, és hát ilyen képek születnek meg. Vagy Luigi Russolótól az elemeknek, a különféle érzékelési területeknek a vizuális megjelenítését. Hogyan lehet a parfümnek az áradását, vagy az áramlását, hogyan tesz körül egy műt a parfüm illata. Megpróbálni, megkísérelni ezt érzékeltetni. A város ébredése, 900 szín, minden összemosódik, a hangok, a fények, a tárgya, szépen elmosódik, de nagyon dinamikus ábrázolások lesznek. Befolyásolja őket természetesen a korabeli, hát hiszen megint ez a párhuzamosság. A kubizmus ott van, tehát ha kimennek az utcára, akkor már látják, hogy kiállítanak a kubisták is. De mi többet akarunk, mi meg akarnánk mozdítani azt, ami a kubistáknak statikus volt. És elejteni a mozgást az elemekbe, fázisokat összemontírozni. Tulajdonképpen csupa ilyen montázs, amit itt látunk, fázisokat egymás mellett. Nagyon-nagyon izgalmas dolgok ezek, és hát ez a klasszikai formára is vonatkozik. A klasszikai forma is megmozdul a térben. Egy helyzetben hozza a szobrász azokat a látványokat, amiket az ember mondjuk a szobor körüljárásával tudna magának biztosítani. Tehát egy látványban benne van, pont úgy, ahogy a kubista festő is maga elképzeli, egy látványban benne van az a szintetikus forma, amit az ember körüljárással, letapogatással, egyéb formában magáivá tud tenni. Vagy itt van hát ez az elsődleges forma dinamikája, őrületesen izgalmas dolgokra jöttek rá a Boccionék, a futuristák. Hát én most itt túl sok futuristát nem fogok vetíteni, vagy nem fogok legalább sokat beszélni róluk, mert annyi feladatunk van még, és a fő feladatok még hátra vannak. De jelezni szeretném egy alapon keresztül, tehát a Boccionék keresztül, hogy mind a mai napig van üzenete ezeknek a szobroknak. Ez a mű, az elsődleges forma dinamikája, egy futóról van szó. Tehát ezt mindenki kiveszi azért, hogy gyönyörűen körüljárva, izgalmas és valószínű klasszikai formák, puhák és kemények vannak egymás. De nem tudom, hogy néznek-e atlétikai közvetítéseket, mondjuk főleg a rövid távok, férfi 100 méter, férfi 200 méter, és ha mostanában néznek felvételeket, ma már olyan kameráink vannak, amelyekkel ezeket a képeket meg lehet valósítani, akkor a iszonyúan lelassított idő és az atléták alkata. És akkor látjuk, hogy az arc leszáll a nyakára, a combja felszáll a derekára, elképesztő fizikai jelenségeket látnak. El nem tudnánk képzelni, hogy az emberi test képes ilyen klasszikai formaváltozásokra. Az ellenállás, az erőkifejtés, különféle izomzatban megmutatkozó következményei.
nem volt még ilyen analitikai műszer a kezükben. Bocsony, előre látott ilyen nagyon érdekes folyamatokat is. És a mozgásban való energia eloszlása és gazdálkodás ezzel a sokféle energiával, amit csak egyszerűen súlyokban, meg bizonyos áramlóalasságban mutatkozik meg. Ez izgatta nagyon ezen a képet. És amíg rohannék tovább, hát nagyon szemléletes, kedves kép ez a Giacomo Balla munkáját. Ezek a képek egyébként mind Amerikában vannak, a legtöbb kép Amerikában van. A modern művészeti múzeumban ez is ott van, New Yorkban. Megszerezték ezeket a képeket. De hát didaktikusan, nagyjából tudomásunkra hozza, hogy a mozgó lét az időben és térben többféle helyzetben van egy. És akkor egymásra kopírozódik a pincsi kutya, vagy a tacskó, és akkor ez így néz ki, ilyen kis söprűs lába. De ez is csak arra utal, hogy a műalkotás az leszállt annak az egyszerű és szemléletes, közvetlenül megragadható valóságnak a felszínéről, amelyhez hát a klasszikus művészet tartozott, és ami egészen spekulatív, furcsa, öntörvényű világ alakult ki. És igaz, hogy a Ballának ez a képe igénybe veszi a Georges Seurat-nak ugye a divizionista, poentilista megoldásait, de alapvetően megint csak egy ilyen mozgásfeldolgozásos kép, amiből mozgófilm lesz majd a végén. Itt van a Ballának Merkur, elszállul a nap, mert nagy fogalmak, nagy projektek ezek, viszonyú kozmikus és méretes viszonylatokban. El is felejtkezik olykor az emberről, azért, hogy nagyon aktivisták és az olasz futuristák döntő része az a szabad Olaszországért és a független emberi világért elmegy a hadseregbe, és a művész halottak talán itt, ebben a körben vannak a legnagyobb száma. Minden fontos ember meghal a háborúban, az olasz futuristák. Mert a háborút is egy ilyen megtisztító, nagy, az újrakezdés elengedhetetlen feltételeként elképzelt helyzetben gondolták, és ebben részt kívántak mindenképpen menni. Nagyon sokféle megnyilatkozások volt, építészetű is volt, de ezek aztán vissza-vissza jönnek, nem gondolunk arra, hogy előzményei a futurista építészetben voltak. Ugye az öreg muzsika is megjelenik. És hát milyen érdekes, hogy a 80-as években újból előjönnek az ipari zenék, és nagyon különös tárgyhangokat gyűjtenek össze, és működtetnek emberek, és művek születnek. Ezt a futuristák csinálták, végezték. Nincs időnk arra, minden futuristáról beszéljünk, de egy kapcsolatról mindenképpen érdemes beszélni. Franciaország Marcel Duchamp, aki egy jó fóvista iskolán ment keresztül, tehát a Matisse és világra rövid ideig hatással van rá, szép dekoratív műveket csinál. 1911-ben, 12-ben azonban éppen úgy, mint az akkori franciák, és erről már volt szó, őt is megérinti a kubizmusnak ez az analitikus, visszafogott rezervált világa. Ám de érzékeljük azt is, hogy ez a lépcső megy lefelé, és ez a lefelé hatolás, ez mozgás. A mozgás fázisait megpróbálja modellszerűen belehelyezni ebbe a képi mezőbe. Itt még nem tulajdonítunk annak különösebb jelentőséget, hogy a figurák tele vannak mindenféle csövecskékkel, és kanülökkel, és kis hordocskákkal, és mindenféle tartalmakat tartalmazó edénykékkel, de ez a mennyasszony átváltozása férje és asszonyá című kép, 912-es kép, ez már egyértelműen mutogatja, hogy itt tulajdonképpen a futuristák számára teljesen evidens helyzetek jelennek meg, hogy egy mechanika van a mozgásban. Akár emberi szervezet csinálja, akármi csinálja, de van egy mechanikája a szerkezetnek. A
mechanikát megjeleníteni, az emberben lévő mechanikát. Itt frivol a dolog, és a Marcel Duchamp tevékenységére a nyelvi elegenség néha frivolsággal, sőt, hát tekintélytisztelettel nem találkozik. Frivolsággal, igen, tekintélytisztelettel, nem? Hát ugye biológiai folyamatokat próbál, tehát a szüzesség elvesztése. Egy ilyen képnek a szüzséje volna, tartalma volna, de fölveti ezt az érdekes eseményt, amit izgalmasnak talál. Ugye, belül ilyen csövek vannak, aztán áramlanak folyadékok is, és közben teljesen spekulatív mechanikus szerkezet az egész. És hát az ő nagy leleménye, amit aztán mind a mai napig teljesen vitathatónak és problematikusnak vélünk, ugyanakkor pedig tökéletesen elfogadottnak tetszik már, a ready-made, hogy műalkotás, amit már megcsináltak máskor. És csak a gesztus, csak a kiválasztás mozdulata az, ami műalkotásra avatja. Egy tulajdonítás. Valaki, aki történetesen művész, azt mondja a dolgról, hogy ez egy műalkotás. És a szituáció, amelyik ezt a szakralizálódási folyamatot lehetővé teszi. Ez a kísérlet, amivel találkozunk, meg hát a következő, ez a forrás című monumentum, ugye ready-made, megtermelt, létrehozott dolog, megcsinált dolog. Ezeket a képeket egy barátjával, a Marcel Duchamp, Francis Picabiával, New Yorkban egy galériában mutatják be. Nagy kísérlet volt ez a számára, rendkívül vonzódott ő a filozófiához és az ellentmondásokhoz, és sok előkészítés kellett ezeket az erős döntéseket, de elhatározták, hogy betesznek a galériába egy palackszállítót, ami ráadásul francia, a franciák számára teljesen egyértelmű, a francia otthonokban, kocsmákban ismerős volt, de az amerikaiak már nem ismerték, Amerikában már megjelentek, hogy abban a körben, ahol galériába járnak, New Yorkban, ott már mosogatógépben gondolkoztak leginkább, hogy hát a cserétlányok meg nem tűnődnek azon, hogy mi is ez. Tehát Amerikában erről a dologról elkezdtek úgy pusmogni, hogy hát itt valami erősen megsokszoroló, farmikus üzenetek jelennek meg, és hogy hát ugye egy nagyon komoly, égbetörő termékenységi piramis, és kezdtek mondani dolgokat. Ezzel kapcsolatban nem nagyon kezdtek mondani, ellenszenves volt sokaknak ez a dolog, de végeredményben az, hogy kiállító teremben mutatták be, az, hogy a művész, ezt most idézőjelben mondom, azt mondta, hogy ez műalkotás, egy nagyon érdekes szakralizálódási folyamat jelent meg, befogadta a közönség a műalkotás világába a korábbi termelő technológiák eredményeképpen létrejövő köznapi tárgyat. Ennek meg lesz majd kicsit később a pandantja, a dadaizmusban, az objet trouvé-ban, a talált tárgyakban. Végül mondom, ez is tekintető találtárgyak, nyilván egy pontalanítás során jelent meg, és még szignálta is, ugye elmutt a szignó, forrás színnel egy piszolár, a PPVC szalíták darabja jelent. Megjelenik a ready-made, nem kell művészet, a művészet egy kiválasztási gesztus, egy döntés, amelynek következményei vannak, szakralizálódik a dolog. Nagyon mély értelmű üzenete van ennek, lehet, hogy nem érünk a végére ma már a rendelt mesének, de el kell mondanom azért erről, van egy-két változata, hogy érdemes például eszünkbe venni a Leonardo da Vinci Mona Lisájával való találkozásunk esélyeit. Úrban van, főhelyen van 5 cm-es üveg mögött viszonylag kis méretű kép, a kép előtt 3 méterrel bordó bársony szalag arany oszlopokon teszi lehetetlenül, hogy közelebb menjünk. Továbbá 500 japán
fényképezőgéppel ott előttünk, és akkor mindenki birtokba kívánja venni a Mona Lisát. Ez az élmény, ez klasszikus és hosszú távú élménye már az európai kultúrembernek. Mellett ott van az aminoni diét, a kutya nem éli, a szerintem a harmad magába, meg szitulás magonna, meg nagyon aranyos dolgok vannak. Ott oda lehet menni, azt rendesen meg lehet nézni közelről hosszasabban is, de Mona Lisát az... Tehát, na most akkor mihez folyamodik az, aki minden áron kapcsolatban szeretne kerülni ebben a ravasz képpel? Hát ez lesz egy képes volt, egy lesz egy reprodukció. És a Marcel Duchamp tulajdonképpen indirekt módon, de kimondja, hogy viszonyunk a valósághoz, a dokumentációkon keresztül valósul meg. Tehát mi a mi számunk, és most is csinálunk más, mint ilyen képmutató akciót, hogy én úgy csinálok, mint a műalkotásokkal találkoznám. Ez a műalkotásom ezerszer átalakított, megpreparált, rossz, utázat, ilyen idólum. Tehát valami kis teremlés ez az egész, amit itt csinál. A Duchamp rájött talán. Na most, ha reprodukció, akkor az a pontatlanság, nyomdafesték, nyomdagép, fényképezőgép, mindenhol hiba forrása. Hol a tökéletes, hol az abszolút megoldás. De ott áll a Mona Lisa előtt, most ugye van egy csomó ilyen Leonardo könyv már, fantasztikus fotók vannak, mert olyan nagyításokat látunk, hogy minden repegést állati pontosan lehet, tehát tökéletesen tudja az emberek a nagyon különösen, finoman árnyaló technikának, milyen részletei vannak. Teljesen beavatottak leszünk, de reprodukció ez. Ez nem az eredeti mű. Tessék, az eredeti művel nem találunk kapcsolatot. Ez az egyik. A másik az, hogy hát 1905 környékén a Sigmund Freud egy-két nagy portrét csinálta. A Mózestől kezdve, a Leonardo da Vinci életével is foglalkozik. Ő izgatta őt a nagy személyiségek titka, a zsenialitás titka, azok a hisztériák, amiket tehát ugye a krónikások elhogyogtatnak. Majd azok kíván dolgokra találni. Hát a Leonardo életében is van egy-két manifest módon nyakon csíphető furcsaság, például a titkolt homoszexualitása, sok minden, ami a Duchamp számára megint egy frivol apróság volt, míg bátran felfordulítanák ezeket a körülményeket, ő nem tette ezt. És a Mona Lisába tulajdonképpen bele applikálta a homoszexuális férfi fantáziának ezt az elsőleges pici kis szükségletét, hogy férfinek lássa azt, aki a nőt, tehát ne férfiasítani a nőt. De közben a nővel is foglalkozik azért, most jön ezt ára megyek, és egészen alantas dolgot fogok csinálni. Az egész egyéves programban a legmocskosabb szavakat most fogom kiejteni a számon. Ha ugye a franciások így egybeolvassák ezeket a betűket, mert ez a címe, tehát I-H-O-O-Q. L-H-O-Q, ugye a francia. Ugye L-H, ő neki van, nőnemű harmadik személy, ő neki van, só, meleg, forróság, okül, a seggében. Forró a vonaga, nem bír a vérében. Egyszer férfi, egyszer nő, de az is egy francia lenyűben meglévő mocskosság, és így kerülnek ezek egymás mellé. Egy reprodukcióval az életben mindent lehet csinálni. Megsemmisítő gesztusokat is, egy felmagasztosító gesztusokat egyaránt lehet csinálni. És jönnek a hulladékok, jönnek a mindenféle furcsa dolgok, és jönnek a titkok. A 20-as évek elejére a világ és a művészete az oly mértékben csekély eligazítást szolgál, eligazításra szolgál az emberi viselkedés és működés kitolzatos oldaláról, hogy elkezdenek erről gondolkodni határozottan. Utaltam én már erre az Alfred Kubi ügyén, hogy elindul egy különös érdeklődés, erősen pszichológiai szempontokkal motivált érdeklődés az emberi működés iránt. És rájövünk arra, hogy a német romantikának a főműveiben mennyi kitolzatos üzenet van. Egy hegy, amit ember nélkül megnézünk és látunk, és a teremtés
abszolút közvetlen és direkt és sebes kifejeződésű csodájáról van szó, ami itt, itt festőben megvan említve. Mennyi indulat van például, mennyi titokzatos, furcsa magyarázat, motiváció van egy ilyen képben, mint az Edvard Munch-é, ugye 1890-ben. Szecesszió általában sokat foglalkozik az érzelmek különböző erős kiállalásával és ellentéteivel, ellentmondásaival, összecsapásaival, a megcsalás és a megcsalatás, a kísértések közegével, amelyek változatlanul, középkorban nagyon sokan láthattak ilyeneket, mert a szentélyünket állandóan kísérték, és nagy testői megjelenítései voltak a különböző kísértéseknek. Most is vannak a kísértések, és a kísértések. És hát a szürrealisták voltak azok, akik hát ezekkel a milyen erősen életani megalapozottsági motivációkkal kezdte foglalkozni, és hát a Max Ernst a német, a Köln Dadának kezdetben, később a szürrealizmusnak a pontos alapja, festette meg azt a csoportot, aminek a közepén ott ül az André Breton, a francia író, és hát Elmore-ról szeretett volna lenni, de soha nem lett végül is Elmore-ról. Sokat írt, és 1924-ben ő csinálta a szürrealizmusnak az első manifestumát, aztán ezt követték még manifestumon. Mindenesetre megjelenik egy olyan művészeti irányzat, amelyben a legdrasztikusabb és legkülönösebb mellérendelések jelennek meg egymás mellett. Olyan referenciák, amelyek a valóságos és tapasztalt logikákkal nem támaszthatók alá. Celebesz, elefánt, 921-ig előjátékok, nagyon-nagyon gazdag időszak ez, és fantasztikus művek jönnek létre. Mikor az ember néz egy ilyen kiállítást, mint a Dr. Máriás, én már egyszer szóba hoztam, de akkor eszünkbe jut, hogy mennyire állékony az a logika és az a gondolkodásmód, ami az abszurditásokban próbál magyarázatot találni a mindennapi élet eseményeire, abszurditásokban és az egymáshoz nem ülő dolgok együtt szerepeltetésében. A dolgok nagyon-nagyon mély története van, és hát ha megengedik, akkor egy ilyen elcsépelt, közkeletű állítást idézni fel, mert ezt egy-egy arányra könnyű megjegyezni. Nagyon izgalmas, hogy a francia költészetben sokkal hamarabb egyébként, mint a képi világban, de megjelent ez a sok drasztikus mellérendelés is. A Stéphane Mallarmé, a Lautréamont, a Isidore Ducasse volt a költői neve. 1881-ben csinált egy poémát, aminek a Magyar Énekek volt a címe. Megjelentek magyarul is, gyönyörű fordításokban. Hihetetlen munka végigolvasni a Magyar Éneket, mert három szó nincs a hosszú költeményekben, amelyek hagyományos logikai rendet sugallanának. Minden más funkcióban, más összefüggésben, más jelentéssel jelenik meg. Miért? Egyetlen kifejezést, ezt az elcsépelt kifejezést szeretném, a szépség definícióját, amit a Lautréamont a Magyar Énekekben ejt el, ugye a szöveg között. A szép definíciója. Szép a varrógép és az esernyő véletlen találkozása a műtőasztalon. Elcsépelt, biztos nagyon sokan ismerik ezt a mondást. Én tovább mennék azért a kérdéseimmel, föltenném azt a kérdést, hogy mit jelent? Jelent valamit ez a mondat? Feltétlenül. Megjelenik egy világ, ami arról szól, hogy az emberi tudás és érzékelés egy időben szintetikusan birtokával tud lenni az élet rengeteg körülményének és tényének. Ezek leírva valójában konfúzus dolgokat jelentenek. De a mondatban, egy verssorban a világ egymástól független, nagyon távol lévő és semmilyen egymással kapcsolatban nem lévő helyzetet valósággal válik. Egy mondatban, egy grammatikai szerkezetben. Szép a valóképesség. Rend van. Egység van a világban. A mondatban. Tudunk olyan mondatot létrehozni, amelyben egyűvé tartozónak mondhatjuk a valóképet, az esemény, a műtőasztra, és a többi. Tehát ilyen a totalitás birtoklásának a vágya, a teljesség birtoklásának a vágya, a modern embernek a vágya, a leghamisabb képzett, hogy az ember a teljességet birtokolni tudja.
Nem, nincs. Az ember számára a totalitás soha nem mutatkozik meg. Teljességében jeleket kap, de teljességében tapasztalata számára nem mutatkozik meg valamilyen, tudjuk. Tehát ebben a különös, klasszikus mellérendelés rendszerben valamiféle nagyon erős vágy jelenik meg arra, hogy magyarázatot találni. A világ tulajdonképpen meg nem magyarázható eseményeire, és szürrealisztikus természetű, de a dolgokkal mindenki az életében rengetegszer találkozott. Egy betegség és egy gyógyulás és a nem gyógyulás, és egy folyamat csak. És képzeljük, hogy mennyi ember számára fel nem táruló apróság, mozgás, sejtek, hőfogok, energiák, tudtam, hogy jelenik meg, titokzatos a világ. És hát ennek a titokzatosságnak a krónikásaival válnak ezek Ödipusz király. Hát tudjuk a klasszikus történetet, hogy jönnek ezek a jelek az Ödipusz király, megvannak a kulcsok rájuk, minden sokszorosan interpretáló, ráderülünk a belső tudatműködésben és a titkos személyes tudatműködésben, individuális tudatműködésben a magyarázatokat. Ezek nem kollektív jelrendszerek. A közösség számára ezek teljesen önkényes interpretációk jelentenek, vagy interpretáció készségek jelentenek. Mindenesetre formailag rendkívül veleményes és élvezetes tartalma kerülnek így egymás mellé. És itt sietek. Ugye hát itt nem kétséges, hogy a jelekben, a kozmikus jelekben, a sivatagban, a kővé változott valamiféle állati, emberi, nem tudom, szervezetben, abban a kézmotívumban, a glória közepén. Kifejezetten ez a populációs aktus, tehát egy ilyen erősen nemi tartalmú jelkép ott a hold alatt egy lefordult holdsajó. Ezek mind tulajdonképpen társíthatók jelentésekkel. És ez egészből kibontakozik mégiscsak egy valamiféle jól sejthető titokvilág, de a titkot pontosan meg nem tudja határozni senki sem. Nagyon érdekes a Vaxens, és azért választottam ezt viszonylag későké, a Stalingrádi csata éve, 1942, mert itt ez a felület, ami a szürrealisták számára jól ismert és szeretett felület volt, a flottás, vagy ez a csöpögő, a magától a természetes, talán mondhatni artisztikumát képviselő anyagtól kap meg a néző, a csöpögés, a véletlenek, tényleg az ők axiográfinek mondják, a véletlen bekövetkezés a festéketnek, dolgoknak. Kialakítanak ugye az ömlés, a festék ömlése, az anyag spontán alakulása, ilyen az óvonítés is, hiszen jól ismert jós vagy jövendőmondó szertartás ez. Az óvonítés és a népi gyógyászat rengeteg ilyen megoldást ismer, elmondják a dolgok, hogy miről van szó. Tulajdonképpen most egy kulturális szeretben nagyon konstruálva, szépen, tartalmasan egységbe állnak ezek a dolgok. Tehát egy háborús előérzet, ez egy oszladozó, rothadó világ. Itt mindent átitatott már sav és gáz és szenny és minden oxidálódó, és minden lukacsos, és rácsos, és puhállal a világ, egyértelmű mindenki számára, hogy ez az Európa eső után, ez a tulajdonképpen nagy európai eső előtti hangulat, a nagy európai eső. Tehát ha én azt mondom, hogy 1947-ben született, Auschwitz után született ez a kép, azt is teljesen tudomásul veszünk, alátámasztja azokat az emlékeket, képeket, képzeleteket. Tehát nagyon-nagyon sok szép és hatékony megnyilvánulása volt a szürrealizmusnak, túl azon, hogy ugye az abszurdot elég szórakoztatóan tudta megjelenni. Tehát ebben a kicsi ajándékban, a Manré, amerikai, vagy mely Oppenheim művész kollega hátára oda kerültet az antropomorf formázottságú Gordonkának a nyilásai. Vagy hát az átváltozások, a nemi szeretek cseréje, maga a Marcel Duchamp is a Rosszellányban megteremtette a maga a női alter egóját, és hát ott is érdemes lenne, hát nagyon érdekesen van írva, be fogom fejezni időben
az estét, nem csúszom el annyira. Az Alter Egóra így hívják. Rossz Dupla Hegemonia. Ez is egy ilyen drama. Rossz Jelani, Kételhár. Most megint olvasunk össze mondattal. Erosz. Se. La. Szerelem az élet. Mondom én, aki nővé tette magamat, aki férfi. Nagyon sok érdekes utalás van. A lingvisztika, a majdani, ne felejtsék el, szóba fogom hozni a konceptártot. A majdani konceptártnak itt megjelennek sok egyéb utalás mellett a jelei. És hát ugye a szürrealizmusnak nagyon-nagyon széles palettán, mind a mai napig működő teljesítményei vannak, ezer formában, ezer mutációban él a jelen művészetében is. Azért nem beszélek itt többet erről, mert úgyis vissza fog térni majd. Nagyon sok szerepváltozat van a szívem, és következő alkalommal feltétlenül. Például beszélni majd a Jackson Pollockról, aki hát ámulattal figyeli a francia szürrealistát, és az első bűnői az amerikainak természetesen a szürrealizmus érvényben megfogalmazott mélyek, ami demonstrációk lesznek. Tehát nagyjából a spanyol katalán Juan Miróval, aki a kubizmussal kezd, és aztán átalakul az egész egy ilyen nagyon mulatságos, kedves ázalékok, sejtek, kicsi formák életét, mikroszkopikus erdőn vizsgáló festészetté, amiben tulajdonképpen a mindennap élet teljesen ismert jelenetei megszemélyesítve mikróvákkal és kis koacervátumokkal, úszkáló sejtenyészetekkel, ilyen játékos és kedves életű a Juan Miróé. Hát köszönöm ma este a figyelmet, ugyancsak van most egy pár percünk esetleg, hogyha kérdésük van, mert egy gyorsan kisebességgel mondtam egy mindent, és lehet, hogy nem is voltam kellően szabatos olykor. Tehát most, ha gondolják, akkor megpróbálhatjuk rendbe tenni azt a mi rendetlen. Ha nem, akkor köszönöm a figyelmüket, és bízom abban, hogy két év múlva megint találkozunk. Köszönöm.